edzünk, abból az alkalomból is jöttünk össze, hogy ugye idei évben most lenne a világbajnokság, és ugye ez elmaradt, és ezért úgy gondoltuk, hogy egy edzést erre a napra mindenféleképpen szeretnénk összehozni, és ahányan csak tudtunk, eljöttünk. Több szem többet látjuk egymást, és kívülről észrevesz olyat is az ember, amit én csinálok, de nem veszem észre, és akkor ő figyelmeztet, hogy figyelj, itt figyelj egy picit oda erre, és akkor ezen mindig tudunk korrigálni, de persze az ember nagyon nagy százalékban otthon készül fel. Egy világbajnokságra, ha nem készül fel a versenyző annak megfelelő szinten, akkor nem is lesz semmi eredmény. Minden héten vagy héten több napot is kell, hogy edzünk, mert egyébként nem lesz eredmény. Nagyon tetszik, van még mit tanulnom, ezt itt láttátok is, úgyhogy de szerencsére jó csapattal vagyok körülvéve, úgyhogy mindig tudnak ezer új dolgot mondani. Engem személy szerint motivált mindig az is, hogy ilyen beállítottságú ember vagyok, hogy amit csinálok munkámmal kapcsolatban, azt szeretem jól csinálni, és van is bennem egy olyan törekvés, hogy azt minél magasabb szinten végezzem. Engem ez is motivált, és gyakorlatilag az én részemről ezeket az élményeket hozza, megadja ez a versenyzés, ez a sport. A mindennapi életben is ezt csinálom, egy családi cégünk van, és fakitermeléssel is foglalkozunk, és az ember, ha a munkájába beleépíti mindazt, amit itt a versenypályán alkalmazni kell, akkor sokkal könnyebben, hatékonyabban és jobb minőségben fog dolgozni. Nyilván van olyan versenyszám, mindenki, aki abban egyéniben jobb lehet, sőt akár olyan közelbe érhet, hogy egyéni érmet szerezzen abban a versenyszámban, de elsősorban én úgy gondolom, itt Magyarországon szerintem mindenki úgy gondolkodik, hogy a csapat minél jobb eredményt érjen el. Szóval 3 évesen, a csillagos ég, mit lehetne más mondani?